Az előrehozott választások tekintetében semmi nem változott, mondta Pásztor István a média képviselőinek. A tartományi parlament elnöke hozzátette, a szerb haladó párt előrehozott tartományi választásokra történő utalásait megérti, de nem tudja őket elfogadni. Ő elsősorban a koalíciós partnerei magatartását nehezményezi. Ugyanakkor, amit se nem értek, se nem tudom elfogadni, hogy a Demokrata párt részéről, illetve a Liga részéről, a mi koalíciós partnereink részéről olyan jellegű mondatok fogalmazódtak meg, minthogyha az előrehozott választások kiírása az a bolhapiaci balkáni politizálás és megállapodás része lehetne. Ameddig én vagyok ennek a parlamentnek az elnöke, az biztos, hogy nem fog így lenni. Pásztor elmondta még, hogy Vajdaság új statútuma az egyeztetéseket követően hamarosan napirendre, majd elfogadásra fog kerülni. Arra számítok, hogy a vajdasági kormány elkezd dolgozni, és túllépjük azt a helyzetet, amiben most már új évtől vagyunk, hogy egyetlen egy indítvány nincs, aminek apropóján összetudnám hívni a képviselőház ülését. Az Alkotmánybíróság döntése értelmében Vajdaság statútumát legkésőbb június 6-áig kell összehangolni Szerbia alkotmányával.